Budapest, ugyan még csak néhány nap telt el azóta, hogy a USNK megnyerte a 2018-as X-faktort, a két rappernek, Philip Kuntnak, 22, és Leszkén Imródnak, 22, már is konkrét elképzelései vannak, mit kezdenek a nyereménnyel. Az Erkel Klub tehetségkutatójának győztesei 12 millió forinttal gazdagodtak, ezen felül akár 10 millióval is számolhatnak, amelyet karrierjük beindítására költhetnek, de egy dubai luxusutazás is vár rájuk. Az erdélyi fiatalok már el is döntötték, hogy Budapestre költöznek. Ennek persze, nem mindenki örül a környezetükben. Bár milliókat nyertünk, most összesen 600 forint van a zsebemben, szóval még nem érzem, milyen milliómosnak lenni, nevetett Kund, aki az X-faktor többi döntősével, Tamáska Gabriellával, 21, és a Stolen Beat tagjaival, Latyár Bencével, 18, és Buzás Bencével, 15, a Blik szerkesztőségének vendégei voltak. Az biztos, hogy megfelezzük a pénzt Nimroddal, és már azt is tudjuk, mire költjük. Szeretnénk Budapestre költözni, az elmúlt 5 hónapban nagyon megszerettük, reméljük, már januárban itt lakunk. Először csak bérelnénk egy lakást, később viszont szeretnénk venni magunknak, hogy elkezdjük önálló életünket. Mint kiderült, a zenésztársak régóta összebútoroznának, nem akarjuk elszórni az összes pénzt, de biztosan sokba kerül az önfenntartás. Maradunk szerények, mint eddig. Nem szeretnénk a családunktól sem kéregetni, a saját lábunkra akarunk állni, jelentette ki Nimród, aki elárulta, a barátnőik nem voltak elragadtatva az ötlettől. Nem nagyon örültek, mivel egy ideig távkapcsolat lesz, de reméljük, idővel ide költöznek ők is. Autóval 7 óra az út Kolozsvárra, repülővel viszont csak másfél, úgyhogy gyakran megyünk és a szeretteink is élhetnek, amikor csak kedvük tartja. Társkeresőre regisztrált Gabi Magányos az X-faktor fináléjának egyetlen szóló énekese, de Tamáska Gabi szeretné, ha ez a helyzet változna. Ezért még az egyik népszerű társkereső oldalon is regisztrált, hogy párra találjon. Régóta szingli vagyok, de vágyom arra, hogy legyen valakim. Alapvetően a nőiesebb, lágyabb típusú pasik jönnek be. Gondoltam, hát ha így könnyebben találom meg a nagyőt, mesélte Gabi, aki hamarosan szintén Budapestre költözik. Szeretném, ha akkor már lenne valaki, akit szerethetek, és aki engem is szeret. Hányan mennek Dubajba? Az X-faktor győztesei a milliók mellett egy luxusúttal is gazdagodtak, amely Dubajba vezet. A USNK rapperei a finálé másik együttesét is szeretnék felültetni a repülőre, megígértük a Stolen Beat két tagjának, hogy magunkkal visszük őket, mert jó barátok lettünk, mondta Leszkén Imród.
Zokogott az egész család a Stolen Beat frontembere. Buzás Bence számára nehéz volt az elmúlt 2,5 hónap, ugyanis nagyon ritkán tudott találkozni a szüleivel. Többször is sírtam, mert hiányoztak, főleg anyukám. Karácsonyra nem is kértem ajándékot, csak annyit, hogy végre legyünk újra együtt. Kiderült, nem csak én voltam érzelmes, hanem az apukám is, aki a telefonban sírta el magát, mert sajnálta, hogy nem mi nyertünk, mesélte az énekes.